Krisztusban szeretett testvéreim! Augusztus hónapban, közepén ünnepeljük Szűz Mária mennybe vételét, nagy boldogasszonyt. Néhány napra rá első szent királyunkat, Szent István királyt. A két ünnep elválaszthatatlan számunkra, nekünk magyaroknak, mert jól tudjuk, sokszor hallottuk, Szent István, aki Szűz Mária mennybevétele napján halt meg ünnepén, felajánlotta koronáját vele együtt magyar nemzetét a boldogságos Szűz Máriának, és azóta mi különösen is érezzük Szűz Mária pártfogását. És olyan gyönyörű volt, ugyan én csak a televízióból láttam, hogy megjelenítették a tűzi játékban is a koronát, emlékeztetőül erre a nagy eseményre, amely örökséget is jelent számunkra. És hát éppen az a kalocsai érsek Szent Asztrik hozta, akinek én 90. utódja vagyok. És ez az ünnep számunkra és őseink számára is meghatározó volt. Ennek tudatában éltek őseink is, hogy bennünket különleges szeretet kell, hogy kapcsoljon Szűz Máriához, hiszen ő a mi mennyei anyánk, magyar nemzetünknek fő pártfogója. És ha csak úgy röviden pár eseményt megemlítve visszagondolunk rá, hogy mennyire így volt, akkor látjuk, hogy már egy halotti beszéd is a halottat Szentasszonynak, Máriának ajánlja, hogy imádkozzék érte. És nem sokkal később a magyar nép fájdalmát, ugye a tatárjárás idején az Ó Magyar Mária síralom énekelte meg, amelyhez hasonló sok van, csak latin nyelven, melyet úgy hívunk, hogy plantuszok, síralmak, mert a magyar ember fájdalmában, bánatában Szűz Máriához fordult. És aztán múltak a századok, annak minden megpróbáltatásával, középkort lezáró nagy vereség, a Mohácsi csata megbélyegezte a magyar történelmet. Bátran mondhatjuk Szegfű Gyulával, ha nincs Mohács, nincs Trianon. És ez így van. És a Mohácsi csatából menekült egy ferences, Tomori Pál is ferences volt, de ő meghalt. Kalocsai érsek volt, meghalt a csatatéren. Öt magyar püspökkel és két érsekkel és még sok számos egyházi, de még számosabb világi vitézzel együtt. És a menekülők között volt egy Vásárhelyi András, aki Palota Bozsok környékén halt meg, hánytak a törökök kardérre, aki azt a csodálatos énekünket szerezte, hogy angyaloknak nagyságos asszonya, ismerjük, benne van a Szent vagy Uramban. És múltak az évek, török hódoltság küzdelmeiben, erről a tájról prédikált az a Pázmány Péter, aki a három legnagyobb magyar főpap közé tartozik, nevezetesen ő, Proászk Otokár és Mincenti József. És Pázmány azt írja egyik beszédje elején, semmihez nagyobb kedvem nincs, mint Szűz Mária magasztalásához, amikor prédikálok, mert mindig eszembe jut, hogy annak az országnak vagyok
lakója, amelynek első szent királya fölajánlotta az országot koronájával jelképezve Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának. És így múltak a századok, költők, prédikálók, papok, egyszerű hívek köszöntötték a szűzanyát. Ebbe a sorba illeszkedett bele a mai nap ünnepeltje Amádé László is, akinek itt az életét jól ismerik, hiszen egy olyan magyar főúr volt, aki erről a vidékről származott, már apja is versíró volt, de ő még inkább katona ember is volt, és hát mint a katonáknak életéhez sokszor tartozik a szabados élet, hát az övéhez is hozzátartozott. Ezért is érezte azt, hogy ő lelki rokona annak a Balassi Bálintnak, aki szintén katona volt, verselt, és nem csak virágénekeket szerzett, hanem sok szép, istenes és hazafias verset is, és bűnbánati verseket is. Ebben is nagyon rokonnak érezte magát Balassival, aki azt írta, hogy bocsásd meg, Úristen, ifjúságom vétkét, sok hitetlenségét, undok förtelmességét. Amádé László ezt olyan módon fejezte ki, hogy 4 verset is szerzett ahhoz a nepomuki Szent Jánoshoz, aki, mint tudjuk, a gyóntatóknak a védőszentje, a gyónási titoknak a vértanúja, mert nem akarta elmondani a királyné bűneit, és ezért beledobták a modvába. És ez a 4 ének kifejezte azt, hogy éppen ahhoz a szenthez fohászkodik, aki a gyóntatás által sokaknak az isteni föloldozást, bűnbocsánatot tudta közvetíteni. Egy jelzése volt annak, hogy Amádé László is élete utolsó szakaszában véglegesen Istenhez tért. De abban különbözött Balassitól, hogy az ő hite az nem visszatérés volt, mint Balassié. Mert Balassi protestáns emberként élt, de a Esztergom ostrománál egy jezsuitának, Dobokai Sándornak a kezében vallotta meg, hogy ő katolikus hitre tér, és ezáltal így akar a Szent Jónás szentségében is részesülni. Amádé László neveltetésénél fogva kiváló jezsuita gráci évek után a hite mindig a katolikus hit volt. A megerősödött katolikus hit. Miért mondom ezt? Mert jól tudjuk, hogy a katolikus egyházban is vannak mélypontok, fölemelkedések, aki az egyház történelmét tudja, az ezen nem csodálkozik. Hiszen ahogy egy ember életében is van mélypont és fölemelkedés, úgy az egyház életében is volt. És hát a tridenti zsinat 1545-től 1562-ig rendezte a középkori egyháznak a sorait, és én nem szeretem azt a szót, hogy ellenreformációt hajtott végre, mert mi nem valami ellen élünk, hanem valamiért. Jézus Krisztus nem valami ellen jött közénk, még csak nem is az ördög ellen, hanem a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, a mi üdvösségünkért meghalt és föltámadt.
Így az egyház is valamiért él, az Isten országáért. És ezt jobb, hogyha így mondjuk, hogy a katolikus megújhodás kezdődött el a barokk korban, amelyben benne volt a hit megerősödése és annak a győzelme, hogy urrá tudtunk lenni a gyarlóságokon, a bűnökön, sőt, a törököt is sikerült aztán később kiűzni Európából, amire jó lenne emlékezni a maiaknak, hogy annak idején mennyien 11. Incepápa Bécsi és Buda földszabadításával mennyien életüket adták azért, hogy itt megmaradhasson a keresztény világ, s ne váljunk Balkánná. És ebben a győzelmes tudatban élt már Amádé László is, a barokkornak a lírikusa, amely győzelmet és öntudatot a barokk művészi formában tudott kifejezni. Ezért is mind az építészet, mind a festészet, mind a szobrászat, mind az irodalom ennek a győzelmes hitnek az örömében élt. Mert ne felejtsük el, hogy mi a győzelmes Krisztushoz tartozunk. Sokszor azt érezzük, hogy na már végünk van, itt Európában is. Nem. Amikor azt mondja Szent István diákonusod szenvedésében, hogy látom Krisztust az Atya jobbján állni, akkor ez a győzelemre utalt. Mert a liturgiának a testtartásai kifejeznek életérzéseket. Ülhetünk, mert az atyai házban vagyunk. Letérdelünk, mert az Isten előtt hódolunk. És állunk, mert a győztes Krisztushoz tartozunk. Az evangélium alatt, tedeum alatt, himnuszok alatt állunk. És mi a győztes Krisztushoz tartozunk. És ezt nem szabad elfelejteni. Akármilyen nyomorúság sújt bennünket. És a barokk kornak ez volt az életérzése. Amiből jó lenne ma átplántálni a mai keresztényekbe ebből a meggyőződésből. Mert sokan ma is, mintha félnének és nem mernek kiállni és tanúságot tenni. És Amádé László abban a költészetben, amit már a szerelmes versek után írt, az is hozzátartozik egy ember életéhez, de utána már a vallásos verseiben fölmutatta a katolikus hitet. Mert sokan úgy gondolják, hogy a katolikus hit legfőbb jellemzője, hogy az egyházunk vezetője a római pápa. Hát a katolikus hitnek a tartalma jellemzi a katolicitást, az egyetemességet, és abban benne van az eukarisztia, hozzátartozó papság, amely Krisztusra megy vissza. És a költő oltári szentségről szóló versei éppen ezt fejezték ki. A Mária tisztelet az a katolikus hitnek elválaszthatatlan tartozéka. És mivel magyarok vagyunk, már Szent István óta mi a Máriára, mint magyarok nagyasszonyára is gondolunk, és ebben benne van a hazaszeretetünk is. Ez a katolicitás volt Amádé Lászlónak a költészetében és életében. És erre tanít bennünket. És most, amikor emléktáblát állítunk, és leleplezünk az ő emlékére, akkor ezért is imádkozunk, hogy maradjunk meg ebben a hitben, őseink hitében, ami Szent István királyra megy vissza. Hát persze valaki mondhatná, hát magyarságban nagyon sok protestáns ember van, református, evangélikus, unitárius, és mostan már nagyon sok más kisegyház tagjai is.
Tehát azért az őseink hite, az nem az 1500-as évekkel kezdődött. Sok évvel ezelőtt, a rendszerváltás tájékán voltam Nagyváradon, akkor élet föl újra a Szent László körmenet. Tenfli püspök úr jó barátságban voltam vele, és én is mentem Nagyváradra, és ott ballagunk, megyünk a körmenetben Szent László erekéje után. Hát mit látok? Ott van mellettem Tőkés László. Még meg is kérdeztem, hogy hát te is itt jössz, hát te református vagy. És azt mondta, akkor még mi is katolikusok voltunk, amikor Szent László volt a királyunk. Hát mi nem azt mondjuk, hogy akkor még, meg Szent István királyén, hanem most is katolikusok vagyunk egyfolytában, és ennek örülünk. És úgy vagyunk katolikusok, hogy jó magyarok vagyunk, és ezt is őrizzük. Mert ugye szokták mondani, hogy az a vallás, amelyik magyar eredetű, az az unitárius. Reformátusok szokták mondani, hogy ők a legmagyarabbak, mi katolikusok is magyarok vagyunk. Szent István kora óta. Hát erre tanít bennünket Amádé László. Tanít arra, hogy őrizzük magyarságunkat, kereszténységünket, katolikus hitünket. És ez az ünneplés mellett megmaradt feladatunk is, hogy őrizzük és adjuk tovább. Itt ezen a tájon is, ahol még hála Istennek élnek magyarok. És hogy továbbra is az elkövetkező évszázadokban is éljenek, ahhoz nekünk a mában kell megélni egyszerre kereszténységünket és magyarságunkat olyan módon, hogy mindkettőt egyszerre utódainknak, az utánunk következőknek tovább is adjuk. Amen.